Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó április 25-én jelenik meg. Ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold a Visakha holdházban van. Visakha az tulajdonképpen a tűz istennője, ami azt jelentheti egyrészt, hogy szimbolikusan égessünk fel valamit magunk mögött, tehát hagyjunk el egy bizonyos helyzetet. A másik irány pedig a lelkesedés, hogy legyen egy változás, hogy abba az irányba tekintsünk, ami lelkesít bennünket. Ezen a napon a Hold és Mars bolygó egy szép kapcsolatban áll egymással. Mindkettő a víz elemében van, ami utal az érzelmekre. A hold jelentheti az anyai témákat is, ahol most jó a kapcsolat. A hold jelentheti azt is, hogy vannak vágyak, álmok, elképzelések, különösen a férfiaknál. Vagy, hogy a férfiak nyitottak most érzelmekről beszélni, hiszen szeretnék kimutatni az érzelmeiket. Ezen a napon Merkur bolygó és Ráhu a felfele mozgó kármikus csomó együtt hat a Revati holdházból. Ráhu az jelenti a jövőt, jelenti a változásokat. Merkur bolygó pedig a cselekvéseket, vagy a kommunikációt. Ez a Revati holdház azt jelenti, hogy itt el kell érni a célokat, nem szabad feladni, vagy bizonyos dolgokat be kell most fejezni. Vénusz bolygó áttért a kos jegyébe, és az Ashwini holdházban van, ami jelenti a gyógyító erőt, nálunk hölgyeknél, vagy lesznek itt a szerelmi élet területén változások, megvan a gyógyító erő, tehát rendeződnek bizonyos dolgok. Mars bolygó és Vénusz bolygó egy szép kapcsolatban áll, és ez jelenti a bizalmat, jelenti a közelséget is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A gondolatait felül látjuk, a levél. Vagy ő akar írni neked, vagy elvárja azt, hogy te írj neki. A levél mellett ott van a kasza. Ez jelenthet egy olyan eseményt, amikor nem számítunk rá, egy meglepetés, hogy jön egy levél, amikor nem is számítasz erre. A kasszával el lehet vágni valamit. Például, ha eddig blokkolt téged, akkor a kassa ezt elvágja, és lesz újra kapcsolat. A levél lehet egy bizonyos szerződés is, ami a hirtelen jön. Esetleg előfordulhat az, hogy felmond a munkahelyén. Az érzelmeit bal oldalon láthatjuk. A kutya jelenthet házi állatokat is, de jelenti a barátságot, vagy a hűséget, a gyermek pedig az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Tehát ő beszámol arról, hogy hűséges, hogy megbízhatsz benne, hogy ő ártatlan, vagy jelenthetik a képek azt is, hogy a baráti körben vannak újdonságok, vagy új kapcsolatok. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy
barátságosan közeledik hozzád, és szeretne egy új irányt, egy új kezdetet, változásokat. És pontosan erről számol be, hiszen a tettek jobb oldalon láthatóak, és a gólyák jelentik a változásokat. Valami változik kettőtök között, és a hajó jelenti a reményt, hogy minden jó irányba fog fordulni. A hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Lehet, hogy külföldön él, vagy van egy ingatlan külföldön, akkor a gólyák jelenthetnek változásokat, például költözködést. Sőt, az is előfordulhat, hogy eddig külföldön volt, és most szeretne hazajönni. Vagy tervez veled egy nyaralást. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Itt a rovás írásról van szó. A mai napon megjelenik a J betű. Mit jelent? Ezt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jut, Jolán, vagy József, vagy János. Egy helység ezzel a betűvel, János háza jut eszembe. Vagy egy fogalom, jó. Hogy neked mi jut eszedbe, leírhatod a kommentárba. A régi írásmód középen van, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Az egyenes vonal jelenti az életutat. De most nem megy így tovább, hanem vannak külső behatások, vagy találkozások, vagy egy új irány, vagy változások, és most fordulni kell ebbe az irányba, ezt észrevenni, hiszen ez segít most, ez a változás. Tulajdonképpen a kártyák is ezt mutatják, a változásokat. Egy irányváltozás. A német nyelvű területen is vannak ilyen betűk, az úgy nevezett rúnák, az alul bal oldalon látható, ugyanaz a jel, de más jelentése van. Ez a rúna jelenti a nőies energiát, a nőies kisugárzást, a szexuális témákat, de az intuíciót, a belső forrást is. A napi energia jobb oldalon látható. Ehhez hozzátenném azt, hogy van a klasszikus tárókártya, és minden kártyának van egy bizonyos jelentése. A képek olyan hasonlóak, tehát mindegy, hogy melyik tárót vesszük a kezünkbe, tulajdonképpen a jelentése ugyanaz vagy hasonló. De az elmúlt években nagyon-nagyon sok tárókártya jelenik meg, és én észrevettem azt, hogy a képek mást mondanak nekem, mint amit a klasszikus táró közölne. Ugyanígy vagyok ezzel a kártya dekkel is, hogy a kép nekem mást üzen. És én nem a klasszikus táró kártyák jelentését mondom, hanem azt, amit számomra aktuálisan ez a kép jelent. És itt egy találkozásról van szó, vagy a családon belül, vagy ismerősökkel, az is lehet, hogy van egy csoport, és azokkal találkozol, vagy szervezel valamit, hogy alapítasz egy ilyen csoportot, és ott lesz találkozás, vagy személyesen, vagy az interneten keresztül. A kép számomra vidám, hogy itt, akik részt vesznek ezen a találkozáson, ennél a beszélgetésnél, nagyon jól megértik egymást, sőt, az is lehet, hogy itt vannak új ötletek, vagy tervek, amit közösen lehetne kiépíteni. Amit a kártya üzen a mai napon, keresd a kapcsolatokat, vagy ha van egy meghívás, akkor részt vehetsz ebben,
találkozhatsz másokkal, beszélj másokkal, és akkor ezáltal lesznek új ötletek, amit közösen meg tudtok valósítani. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy az, hogy mit jelent számodra ez a betű, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!